Milyen jó lenne oda menni az apostolokkal, Jézushoz, és mondani neki, hogy Uram, taníts meg minket imádkozni. Én úgy gondolom, hogy hát inkább elmondom, hogy szoktam imádkozni. Nem, hogy jól csinálom, de nekem ez segít. Amikor úgy felgyorsul az életem, és úgy pörgősé válik, és olyan ködössé minden, és nem tudom, mit csináljak, akkor Jézus példájára én is szeretek elmenni. Ugye Jézus mindig azt írja, elment az hegyekbe, egyedül, lelcsendesedett, 40 napra is például, mielőtt elkezdte volna a nyilvános működését, azt írja, mielőtt kiválasztotta volna az apostolokat, elment a mennyei atyával beszélgetni. De nagy csütörtök estén is ezt csinálta, gyertek, imádkozzunk. Megbeszélte a mennyei atyával, hogyan s mint. Tehát én azt gondolom, hogy az imádság elsősorban azt jelenti, hogy csendet teremtesz magadba, elcsendesülsz, megnyugtatod az indulataidat, és akkor a szívedet szeretettel a mennyei atyához emeled. Atyám, itt vagyok, szólj hozzá. Én azt gondolom, hogy minden ember, akárhogy be van burkolva a mindennapok gondjaival, valahol egy kicsi repedés rés van. És nekünk az a dolgunk, hogy kicsit széthúzzuk ezt a repedést, hogy több fény jöjjön a mennyei atyától. Én azt gondolom, hogy hozzátok is szól az Isten. Mindenki ez szól. És nem ugyanazt mondja, mint nekem. Például Annának, reméljük, a jó Isten mondta azt, Anna, bérelj lakást, költöz oda, menjél iskolába, tanulj. Nem így mondja meg más, hogy mit kell csinálni, de neked én megmondom. Reméljük. Igaz? Én azt gondolom, ugyanúgy Teréz is. Mit kell csináljon? Azt mondja, hogy King van nevelőnéni a kulcsot, ide adja, szeretnék egy kicsit beülni a templomba, ne zavarjon senki, oda szépen. Mennyei atyám, itt vagyok. Á, 16 éves. Annyi indulat van bennem. Szólj hozzám. Merre? Hogyan? Mit csináljak tovább? Milyen lehetőségeim vannak? Én mindig ezt csináltam. Nekem bejött. Emlékszem, hogy mikor a legelső még 30 évvel ezelőtt egy kislány mondta nekem, hogy Csaba testvér, mi nem csinálunk egy éves tábort. Ilyen utca gyerekek voltak, szegény gyerekek, és itt voltak nálunk egy hétig. És akkor emlékszem, hogy forgolottam, bejöttem a kápolnába, leültem, uram, mit csináljak? És világosan éreztem, hogy az úr azt mondja, hát fogadd be őket. Hát de mit adok neki enni? Segítek én. Bízzál benne. És azután is, minden alkalommal, volt úgy, ugye, hogy hatóság betiltott itt az egész házat. Na uram, mi az én dolgom? Vettem a rózsafűzért, és elkezdtem menni körbe az épület körül. Uram, húha, nagy baj van, mit csináljak? Nyugodj meg, csendesedj el. Mindig ezzel kezdi valahogy a mennyei atya. És akkor utána szól hozzánk. Ugye a hittanórán tanultuk, hogy szól Isten Dávidhoz. Nem az nagy bibliai Dávidhoz, hanem aki itt van köztünk. Harmadikos vagy, ugye? Vagy hányadikos vagy mostan? Hatodikos. Hát persze, 3 évvel ezelőtt mondta. És akkor úgy tanulta, úgy szól Isten hozzánk, hogy eszünkbe juttatja, amit mondani akar nekünk. Eszünkbe juttatja. Igaz? Erzsike most az idén fog végezni, vagy jövőben. Na, merre menjen tovább? Mi legyen vele? Hát biztos megkérdezi a nevelőnénijétől is, meg Marikától is. Tőlem is megkérdezheti.
De a legfontosabb az, hogy bejön a templomba, és elkezd imádkozni. Csendben maradni. Uram, nézd, itt van, ez van. Van nekem egy édesanyám, hát ő újból férhez ment, neki is vannak gondjai. Van egy jó pár testvére, szerre a nagyvilágban, mi legyek, hogy legyen, mi legyen. És hogyha alázattal, szeridettel kérdezi, én biztos vagyok benne, Isten fog válaszolni neki. Lehet azt mondja, fiam, nyomd meg a fenekedet, és tanulj tovább, képezzed, mert, hogy mondjam, ügyesebb leszel, nem? De lehet azt mondja, hogy te végül is, hát itt te mindenki szakács akar lenni, meg pincér, meg hasonló, hát menjek el, mit tudom én, Krisztina nevelőni például jó főz. Nem akarod segíteni szombatonként? Szeretnék megtanulni főzni. Itt van egy tanárbács, és azt mondta, hogy akármilyen világ jön, az emberek a hasukat szeretik, és főzni nem szeretnek. Tehát, hogyha valahol nyitasz egy kis, hát, étel készítő helyet, én úgy csodálkoztam nyáron a Balaton partján, egy ilyen kis tányérka, szalmakrumpi, de nem volt az még ketchup sem, mustár sem, semmi. 1000 forint volt. És álltak sorba az emberek. Igen. Ilyen a világ. Tehát ha megtanul főzni, szépen. Képzeljétek el, hogy most voltam Gyímesben, Puliszka Fesztiválon, nem csak én, hanem mások is szoktak oda járni, közületek, és ottan megismerte egy bácsit. Nagyon-nagyon finom házi kenyereket süt. Eldugott helyen. És akkora pénzséget épített abból a... Előre egy kicsi kevencéje volt. Krumplis házi kenyeret süt. És komolyan gondolom, én is olyan finom volt az a kenyér, most is érzem a számba. Igen. Ő neki a Jóisten ezt mondta. Ugye... ősszel szokott adni egy bácsi nekünk finom zöldséget. Építészmérnök volt. És úgy gondolta, utazni nem jó. Az emberek szeretnek enni finomat. Mit teszik ő a legjobb étvágya? Hát libamájat. Az nagyon finom. És képzeljétek el, hogy vett libát, megnézte a nagykönyvbe, hogy kell azt tömni, és elkezdte csinálni. Hiába, hogy építészmérnök volt. Ezt odahaza szépen, és minden tavasszal vesz, vagy 1000 vagy 2000 libát, és felfejlesztette magának, hogy hogy kell azt gépesíteni, és akkor szépen össze levágják a libát, és van egy jó barátja, akinek van egy nagyon szép vendéglője, amúgy neki is van, de hát ő főleg a libákat növeli, a barátja az, aki, és Pozsomból szépen kimennek az emberek, mert ott mindig ugyanaz az íz, ugyanaz a finomság, minden, és hát a nagy gazdag emberek azt mondják, na, egy hétben, egy hónapban egyszer elmegy, és eszünk. Libát el is készítik, meg is sütik, de ott leginkább a libamáj, meg az a libamáj pástétom, meg ez az, ez a fő vonzó ereje. És hál' Istennek úgy megy neki az üzlete, hogy el tud hozni nektek, hát ugye télen is annyi, ősszel is tavaly annyi zöldséget kaptunk, hogy nagyjából tavaszig kitartott. Miért? Mert volt, amiből megengedhette. És miből születnek ezek a dolgok? Egy imádságból. Menjél, Atyám, világosítsd meg az értelmemet. Nyugtass meg, mutasd nekem útat. És én azt gondolom, hogy Jézus Krisztusnak útat mutatott, ahogy Szent Ferenc atyának útat mutatott a Jóisten. Ugyanúgy Piroska nevelőnének is, Iza nevelőnének is. Mindenkinek útat fog mutatni. Még Angyalkának is, vagy Margitkának is, mindenkinek.
Ezért járunk mi templomban, mert hisszük, hogy nem egy magányos, sodródó falevél az ember, hanem Isten hordozó. És ott van benned a nagy Isten. Nem kell keresgéljed. Ha este, mikor villanyoltás van, hátradőlsz, hátrateszed a kezedet, és azt mondja, Uram, olyan szép volt ez a mai nap. Hogy legyen holnap? Mit csináljak? Mit tudnék javítani, hogy még jobb legyen? És elcsendesed el, biztos lelked mélyén fogod te is érezni az Úr, mit mond neked. Vezetni fog. És persze előre csak egy vékony kis repedés, de ha kopogtatod, akkor előbb egy rés lesz. És több fény fog beáramlani, és próbáld meg széthúzni, kitörni azt a falat. Isten jelenlétében, az ő fényes szeretetében az ember erősebb, bátrabb, tisztább, és főleg világosan lát. Ugye éjjel felkelsz, és sötét van. Neki mehetsz könnyen egy szekrénynek, egy széknek, vagy valaminek. De a telefonodat kicsit megnyomod, nem kell a lámpát felgyújtani, de a képernyőből az a kevés fény, ami kiszűrődik, annak a fényében tovább tudsz menni. Számomra Isten egy ilyen fény, amely bevilágítsa az élet nehéz, sötét oldalát. Adná az Isten, hogy tényleg megtanuljunk imádkozni Krisztustól, Isten jelenlétében, újra tudjuk tervezni életünket. Amen. Urunk Istenünk,